Gyerekzsivajtól volt hangos az elmúlt napokban a kalandváros. Sok óvodás és iskolás töltötte itt a nyári szünidő előtti napokat. A pedagógusok ilyenkor igyekeznek hasznos, de szabadabb elfoglaltságot találni számukra. Hát már nagyon fáradtak a gyerekek, és sportnapot tartottunk, egészségnevelési nap, egy kis DVD-zés, videózás, úgyhogy így töltjük. Hát itt alul látjátok, hogy kam 1, kam 2, kam 3, kam 4. A Reményi Kiskola tanulói a Szombathelyi Televízió stúdiójába is ellátogattak. A diákok hallhattak az itt folyó munkáról, kipróbálhatták a műsorvezetést és beállhattak a kamera mögé is. Pénteken nagy volt a szurkolás a Gotthárd iskola sportpályáján. Voltak, akik a szelti készítő versenyre neveztek be, és ügyességi játékokból is akadt választék bőven. Az utolsó tanítási napon a diák önkormányzaté volt a főszerep. Nagyon gazdag programokkal készültek, és élvezik ezt a meleg nyári napot. Sportversenyek, szelfi verseny van, akadálypályák vannak, különböző ügyességi, logikai feladatok is vannak. Jutalom volt ez a diákoknak, hiszen nagyon várják már a nyári szünetet. Nagyon örülök, hogy már vége van az iskák, nagyon sokat tanultunk lelkismeretesen, nagyon sok dolgozatot írtunk, bár most már tényleg ránk fér a szünet. Felkerült a táblára a V betű is. A Derkovics iskolában még tábla szépségversenyt is hirdettek az osztályok között. Miközben a rajzok készültek, a diákok arról beszélgettek, hogy mit csinálnak majd a nyáron. Én a papámnál leszek jákon, meg olvasni fogom az én könyvemet. Én meg elmegyek Budapesten nyaralni, meg fürödni, meg az állatkertbe, meg a csodák palotájába, és pihenni, és meg olvasni is fogok. Én meg Balatonra megyek egy 3 hétig. Az osztálynaplót egy időre becsukták, és megkezdődik a 11 hetes nyári szünet. Balatonra!